A mai napon valami olyan dolog történt velem, amit még azóta sem hiszek el. Itt vagyunk a Stumble Guys ban és addig fogok pörgetni, amíg meg nem szerzek minden skint a játékban. Elhiszitek ezt, srácok, hogy addig pörgetik, amíg az összes hiányzó skin meg nem kapom? Hát még a freakerékről is egy csomó hiányzik, meg ezekről is, ami konkrétan most jöttek be. Ugye pörgetek egyet ezen a szilánkoson, figyelj! És láss csodát, akármi kipörög, és kipörög egy epikus, de ez már megvan, amit már alapvetően kérdezhetek, hogy ez mégis hogy a francba van meg, amikor még egy darabot nem pörgettem ezen a keréken. Most jött be konkrétan egy-két napja, és még 22 napig lehet rajta pörgetni. Viszont mielőtt mindent elmagyarázok, hogyha belépünk ide a PESZ-re, itt is láthatjuk, hogy nem is gemeltem végig a peszt, a speciális skin sincsen beklémelve, illetve a legújabb speciális emót sem. Szóval elvileg ezek még nem lehetnének meg nekünk, illetve egy csomó csomó kipörgethető skin is van, ami még hiányzik, viszont srácok, olcsó játékok, ajándékkártyák és még Stumble Guys gemek is egy helyen. Enelba.com. Vamos! Link a leírásban. Kív el, hogy olyan jó fej volt a Stumble Guys, hogy konkrétan minden skin-t megkaptam. Tehát látjátok, hogy a Pesszel levő skin is, amit még be se klémeltem, valahogy itt van. Itt vannak ezek a skinek, amit még meg se lehetett sehogy se szerezni. Itt a Polygon is, ami rohat menő. Itt van a Homokvihar skin, ez a pizzás is vadi új. Illetve például itt van a Jade Nyan Beast, a Glass Nyan Beast, amiket ki pörgettem a free keréken. Tehát konkrétan lehetetlen, hogy nekem ezek meg legyenek, mert soha nem pörgettem őket ki, de mégis itt vannak, ugyanis mi minden skint megkaptunk a Stumble tól Itt a Diamond KO, ami szintén rohadt menő, egészen, egészen elképesztő skinek vannak meg, illetve itt a feature is látható, hogy semmi más nem hiányzik már. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek, gondolhatjátok. Több Goat krátort megleptek egyébként velem együtt, és hogyha megnézzük, akkor az új speciális emót a kart forgatás is megvan már nekem, úgyhogy ráadásul még azt sem szereztem meg, tehát láttátok, hogy végig se vittem még a peszt. Hát pörgettem egyet, és hirtelen minden skin meglett. Hát végül is addig pörgettem, amíg meg nem szereztem minden skin srácok, de nyilvánvalóan már minden skin megvolt, ugyanis egy-két napja megkaptam a játéktól, de azóta se hiszem el, hogy tényleg, hát ez, ez nagyon komoly. Ha a kart forgatást az be is állítom, elvileg annyira nagyon nem jó, de a rugás helyett most ki fogjuk próbálni, hogy mit tud. Illetve a mai videóban csak olyan titkos skinekkel fogok játszani, amik elméletileg meg se lehetnének nekem, tehát hogy konkrétan nem pörgettem őket soha ki, sőt például ez a skin még be se jött a játékba, tehát meg se lehet venni konkrétan, de nekem már megvan. Úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, ezzel a hordákkal, ez szerintem rohadt menő, de a speciálisak, sőt, még akár a legendarikban is lehet, hogy találunk egy-két olyat, ami nem volt meg nekem, és nagyon-nagyon-nagyon király. Például ezek a vadonatúj skinek, ez is például szerintem tök jó, meg ez is mondjuk. kezdjünk először ezzel a rohatmenő hordák mitikus skinnel. Girl Power. Ez meg milyen event? Elvileg három random pálya lesz, de nem tudom, mi ez a Girl Power, hogy őszinte legyek. Próbáljuk ki ezt az eventet én azt mondom, viszont akkor hozzuk be inkább elsőre valami lányos új skint, aztán erre még majd visszatérünk. Hozzuk be ezt a rózsaszín fát, ami eléggé lányos, eléggé rózsaszín skin, és vadonatúj a játékba, szóval ti még konkrétan szerintem meg se tudtátok szerezni, és nézzük meg, hogy mi a francot ez a Girl Power Event, miért hívják lányos eventnek. Hát remélem, hogy nem a Barbie Dream Dash pályán kell játszani, mert akkor hülyét is kapok. Viszont amíg betölt az első pálya, addig mindenképp csapassatok egy lájkot a videóra, hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, illetve iratkozzatok föl a csatornámra, ha még esetleg nem lennétek leírásba egyébként megtaláltuk a másik csatornámat is. Nagyon nagy segítség, ha oda is feliratkoztok, vagy akár elkülditek haveroknak, ismerősöknek az adott videót, ami tetszik, és szerintetek nekik is bejöhet. Valamint a Hunter kódot ne felejtsétek el beírni a Stambergás shopba, az is nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos. Na de, itt is, az első pályán, ami Typhoon. hát egyelőre nem egy annyira lányos pálya, hála Istennek. Úgyhogy szerintem ez nem tudom, mi hívják Girl Powernek ez az eventet, lehet csak a jutalmak miatt, amit az eventben meg lehet szerezni, nem pedig a pályák miatt, de itt már meg is indulunk, és ajjaj, oh, lenesünk, nagyon jó és a rugás helyett a kardot benyomjuk! Rugást akartam, de a karddal is elég szépen elka- Na jó, ezt a Girl Power-t most azonnal nagyon gyorsan felejtsük el. Diamond K.O. Na ez a skin például milyen szinten rohadt menő. Nagyon limitált, azt hiszem csak offerbe lehetett megvenni. Nagyon kevés játékosnak van meg. És ha már egy ilyen pro skinről beszélünk, amit egy csomó profi használ, akkor menjünk a legprób pályán a játékban. Az egyik legprofi pályán, ami nem más, mint a jó öreg block dash. Triple block dash event, elvileg mindhárom körbe block dash. Diamond K.O. val bám, kiütünk mindenkit a francba. Na hát vannak itt más jó skinek is, például valaki bejött a Glass Nion meg a Jade Nion Biztelt. Úgy látszik, nekik már sikerült kipörgetni, de én is majd be fogom hozni azokat a skineket, pedig én soha nem pörgettem ki, de valahogy mégis sikerült megkapnom a játéktól konkrétan. Ami azért eléggé durva, hogy konkrétan nem pörgettem ki őket soha az ingyenes keréken, de mégis megvannak. Nagyon furcsa érzés. Mert azért vannak itt másik gyémántszkinek is, ott van a Diamond Banán is, de azért ez a Diamond KiO tök jó egyébként ezzel a világos, ilyen gyémántos kéke. Na jó, srácok, mit szólnátok hozzá, hogyha most már egy kicsit jól is játszanánk? Tehát, hogy tök jó, hogy én itt magyarázok, meg elszórakozzuk a dolgokat. De most már behozom az egyik legmenőbb speciális skint, a Polygon Guide. Beleficcelünk egy nem variálunk, egy sima, normális mérkőzésbe. És most már itt lenne az ideje, hogyha esetek tovább is jutnánk, legalább az első körbe megyünk. Nem mondok én neket, hogy megnyerjük, mert az első körből nem bírtam még tovább jutni. Hát, hogy új havas pálya, let's go. Kell a továbbjutás, kötelező srácok, nincs mese. Most már azért elég gáz a szituáció, első két kört eléggé bénám vettem, ráadásul ezen a pályán pont kellene a rugás, ami természetesen nincsen beállítva, mert a kard forgatást tudjuk. Osztorolt, 5 vagy 6 embert ellökött a kard. Csak az a baj, hogy annyira megszédül maga az én skinem is, aki ugye benyomja magát a kardot. Azt nem mondta, hogy leesek. Leesek nyilvánvalóan. Meddig esik még? Meddig esek még? Jézusom, hát itt nem szabad leesni, mert 150 órát esik, hát addig közben már konkrétan valaki beér a célba. Aha, itt szépen felficenünk a szélére, légy szíjó, legyen még jó. 13. Gyerünk, gyerünk, let's go! ott is van, nagy nehezen, azt hittem megint kiesek, Jézusom. Ha itt ez ide formában lendül, srácok, meg is van a továbbjutás, innentől meg sem állunk a döntőig. Mutogatja ott a poligongány, hogy övé a korona, reméljük, hogy az enyém lesz a korona a kör végén, de ne még ennyire előre, ugyanis nekem most egyelőre még csak a döntőbe kell bejutnom, mindig a következő célra fókuszáljunk. Uborkás pálya, a lefelé, fölfelé oldalra, mindenhova az össze-vissza uborkák, de elvileg nem szabad, hogy gondot okozzon. Kiugrunk nagyon szépen, itt itt is a rugás egyébként tök jó lenne egy kis gyorsításnak, illetve ellenfelek szivatásának. Hát sajnos most a rugás nincs berakva, ugyanis a kardot akartam kipróbálni. ez az előbb nem vált be annyira, mert annyira megszédül az ki, nem aki maga, aki benyomja a kard forgatást, hogy konkrétan jobban megszédül, mint azok, akiket lekardozok. Szóval én megmondom őszintén, mit csinálok. Annyira nem tetszik nekem ez a kardozás. Maximum, hogyha egy olyan pálya, ahol minden irányba vannak enemik, és ilyen nagyobb tömeg van, tehát mondjuk egy nézői gameben, amikor 32-ben vannak, talán hasznosabb tud lenni ilyen nagy partikba, hogyha 32 ember van mondjuk egy elimination pályán, de én annyira nem vagyok oda érte, úgyhogy a következő körnél, hogyha nem felejtem el, akkor szerintem vissza is rakom majd a rugást. Viszont a lényeg, srácok, hogy bent is vagyunk a döntőben, úgyhogy itt az ideje most már behúzni az első győzelmünket. Humble Stumble döntőben. Hát ezt ritkán látni, srácok. Ilyet vannak ám itt jó skinek mellettünk, és mind a két oldalunkon egy speciális skin, viszont annyira azért nem menő, mint az enyém. Tehát, hogy szerintem ők itt csak néznek, hogy úristen, ez egy hacker, átnevezte magát, izé, HTG, há, Megbeállított magának olyan skint, ami még ki se jött. Hát nem! Hát nem, hacker vagyok srácok, hanem egészen egyszerűen megkaptam a Stumble guys, tól És nagyon szépen átfitzenünk, ott is van a győzelem, kérem szépen, Guy-jal, az egyik legmerőbb új speciálisal, egyből be is húzzuk, hát nem véletlenül mutogatja, tényleg ott van a korona, let's go srácok! Ott is van az óriási dupla W. Na, hát az első két kör után összeszedtük magunkat, azt kell mondjam, de itt még egyáltalán nem állunk meg, minimum három győzelmet szeretnék összeszedni. Úgyhogy a második győzelmemet jó lenne egy szintén hasonlóan menő skinnel megszerezni, ami még eddig nem volt meg, és nagyon meg akartam szerezni. Hát ez amúgy ez a homokvihar, ez rohadt menő, úgyhogy próbáljuk ki ezt is. Amúgy nagyon furcsa így látni, hogy olyan skinek is itt vannak a speciálisak között, amikért emlékezhetek rá, hogy több tízezer, akár ötvenezer forintot is elköltöttem, hogy megbírjam őket szerezni, és több videón keresztül, meg élőadásokon keresztül szenvedtem, hogy kipörögjön. Aztán most meg ennél sokkal jobb skineket is csak így ide löknek. Úgyhogy ebből a szempontból fura érzés, de hát örülök, hogy legalább most már nem kell szenvedni, hanem megvannak a leges -leges legjobb szkinek, és tudok velük játszani. Írjátok le egyébként nyugodtan, srácok, a komment szekcióban, hogyha ti is ilyen helyzetben lennétek, mint én, konkrétan minden skin megvan az egész játékban, akkor ti melyik skinekkel játszanátok, melyik lenne az, ami hiába ritka, de nem tetszik annyira, és nem játszanátok vele attól függetlenül, melyik skin lenne, ha csak egy skint választhatnátok, hogy megkapjatok ingyen, akkor melyik lenne az, nyugodtan írjátok meg, is pedig egy kicsit nagyobb szerencsét szeretnétek a pörgetéseknél, akkor mindenképpen használjátok a Hunter Most már két hétig beíródik, hogyha beírjátok, két hétig bemarad, nem pedig csak egy hétig, de azért csak hallgassatok minden vásárlás előtt, vagy pörgetés előtt, hogy biztos be van-e írva. Na, ezek az eventek nem jöttek be nekem, tehát hogy ez a két event ez egy büdös szar volt, ez meg rész tehát ezt felejtsük is el, tehát ezt a pályát ez nem vagyok hajlandó játszani. Normál game viszont bevált, húzzuk be a back to back után két győzelem azért eléggé szép lenne, remélhetőleg a homokvihar is összejön. Na nézzük, mi lesz az első pályánk, és megint uborkás pálya. Hát konkrétan ez a pálya már ma egyszer behozta a szerencsénket, tehát első vagy második helyen sikerült erről a pályáról tovább jutnom. Elvileg nem okozhat problémát, és most már ugye rugásom is van, ami eléggé fontos, főleg ezen a pályán, úgyhogy elvileg semmi nem akadályozhat meg minket innentől kezdve. Csak azt hogyha vagyok olyan hülye, hogy leugrok a francba a pályáról, de még egyszer ilyen hibát nem vétünk el, aj, majdnem megint lecsúsztam. Nagyon jó itt fölül, nem sikerült teljesen fölül mennünk, de az egyáltalán nem nagy probléma. Itt fölugrunk nagyon szépen. Mi az Istentől? Ho! Oh, oh, Ó! ott hogy mentem? Ott hogy mentem föl? Életemben nem mentem még ott föl. Szerintem hettopoltam valaki fejére ott a nagy tömegbe. Hát ilyet se láttam még, srácok. És megint tájfol, hát ezt nem hiszem el. Ezzel már egyszer ma kiestem, úgyhogy próbáljunk meg oda koncentrálni, srácok. Próbáljuk meg nem elhülyéskedni, nem elkapkodni. Amúgy fiad, nagyon furcsa ez a skin, mert amúgy tök mellő, hogy homok vihar, de hogyha vetődik, akkor a talpa az ilyen lapos, mint hogyha ez egy ilyen, ilyen alakú, ilyen dísz Benne, vagy egy ilyen valami bábú, amit így le lehet rakni, és ilyen lapos talpa van, eléggé fura, és ott is vagyunk konkrétan első helyen be száguldunk a célba, abban a pillanatban ott is van az újabb döntő, legyen meg az újabb győzelem is. A gyenge indítás után lehetne egymás után kettő darab győzelem is a mai videóban. És let's go! Hát a kedvenc pályámat megkapjuk döntőbe, az egyik legmenőbb új skinnel, az egyik legjobb pályán. Srácok, elvileg itt nem szabadna hibázni. Egyből egy le is van ütve a fenébe egy ellenfél. Hát srácok, ez meg se nekem konkrétan, annyira stabil vagyok ezen a pályán, mint még soha semmin. Aha, és az is leesik. 1v1, egy 1v1, -egy. Egy -egy. a kis köcsök csontváz ellen 1v1, egy és lecsúszik. Hát srácok, easybe ott is van a győzelem. Ott is van az újabb korona. Nyomjad neki tornádó. Let's go, srácok. Hát az elején azért kellett egy kis bemelegítés. Az első két kör a lányos eventbe, meg a blogdásos eventbe nem jött össze annyira úgy, ahogy gondoltam. De utána azért eléggé simára vettük a figurát, és egymás után kettő darab rohadt menő skinnel, poligongájjal és a homok viharral. Ez, na de nézzük meg valamit nagyon-nagyon-nagyon menő skint még. Egymás után három győzelem, az durva lenne. Azért azt mondtam, hogy tök jó lenne három győzelem a mai videóban, de azért az, egymás utáni kö körökben az azért nagyon komoly lenne. Ez a Mekarex is egyébként, Mekatirex is rohadt menő, és azt hiszem, ezt se lehet még megszerezni a rendesen a játékban. Hát remélem nem hiszik azt, hogy hacker vagyok, mert én nem vagyok, én nem csináltam semmi rosszat, én csak megkaptam ezeket. Na nézzük meg egy legabédét, srácok. Igaz, a videó elején a blog, de annyira nem jött össze, de egy legabédébe bizonyítsuk, hogy azért a profi pályákon is jók vagyunk mi, azért a profi pályák is mennek. Egymás után három győzelem azért nem gyakran van egy videóban, úgyhogy nagyon-nagyon nagy lenne, de nyilván ez azon is múlik, hogy milyen ellenfeleket kapunk, úgyhogy remélem, nem lesznek túl nagy tryhardok, -ok, de persze én is mindent beleadok. Már a rugás ficegett is, de az nagyon furcsa volt ez a spatula, hogy elpattantam így a feni. <Szorítan> Hát srácok, ezek az eventek túlságosan nem jöttek be, viszont nem adom fel, egy még egy legabédét nézzük meg ezzel a skinnel. Én érzem, egymás után a három győzelem sajnos nem jött össze, de én érzem azért a ravaszt, én érzem azért, hogy meg tudjuk csinálni azt a harmadik győzelmet. Nagyon-nagyon menő ez a Dinos skin. És szerintem azért a mai videóban eléggé jól is megy a játék, úgyhogy meg is érdemelnék azért még egy vint. Úgyhogy boxoljuk is le a francba az enemiket, nem hagyjuk őket békén, mert is a rugások keresztbe kell a vin, Nincs mese. Aha, pár azért a kardot azért valaki előhúzta, lehet, hogy itt egy kicsit használható, bár még mindig azt mondom, hogy nem tudom elképzelni, hogy a rugásnál mondjuk használhatóbb legyen, úgyhogy egyáltalán nem bánom azért, hogy visszacseréltem. Na itt kell figyelni, mert már csak három játékosnak kell kiesnie, azt a minden itt az írott volt egy kis mázli, hogy átjöttünk, az meg tosszablokkot blokkot próbál megdobálni, de a lényeg, hogy ott is vagyunk, srácok, a második körben. Easy, easy, srácok, ott is van, végre sikerült blogdesben, vagy hát legalább is tovább jutnunk. Most már itt sincs megállás, kell az a győzelem, kell az a három win. Ha már minden skin megvan, akkor élvezzük ki, és nyerjünk ezekkel a rohadt menő skinekkel. Nézzék, a pest azért már sokan végig emelték, tehát hogy látható, hogy ez a skin már azért sok mindenkinek megvan, de ehhez mit szóltok? Ehhez a skinhez, ami még senkinek nincsen meg a játékban, csak néhány gót kreatornak. Na erre mit léptek, srácok? Mondjuk ez lehet, hogy valami más színű zászló jobban passzolna, az tény. Na most ezzel annyira nem szarakodtunk, hogy mindegyik skinnel már zászlót állítsunk be. Sokkal inkább azzal kéne szarakodni, azzal kéne foglalkozni hogy legyen meg az újabb győzelem. Uff, az sajnos nem volt boxon, pedig ott az nagy ütés lehetett volna. Ezt figyeld. Á, de nem bírom megütni. Na még három játékos essen ki, és akkor ott is vagyunk ismételten a döntőben, de nehogy engem tossza blokkozzanak ki, mert én meg is őrülök a tossza blokktól, már nem azért mondom. De azt engedjük el, aha, azért a villámozás sem a legszimpatikusabb dolog a világon, azt kell, hogy mondjam. És az viszont nagyon szimpatikus, hogy kiestek a játékosok a francba, és ott is vagyunk a döntőbe, srácok. Nem maradt más hátra, mint hogy a normál gémek után, és nagyon-nagyon menő skines győzelmek után összejöjjön egy eléggé menő skinnel, legendary blogdesben is a győzelem. Nézd meg, annyira menő, hogy így szikrázik így a szája, rohadt jól néz ki, viszont most már ne a kinézetével foglalkozzunk, hanem inkább a tudásunkat próbáljuk meg megcsillogtatni. Ú, az de szép volt az gyönyörű. Nézek, fal fölött átugrok, mindent csinálok. Már csak egy dolog maradt hátra, hogy behúzzuk ezt a mérkőzést, behúzzuk ezt a győzelmet. Aha, azért ne boxoljatok le, légy szíves. Nem szeretném kérni. Most szerintem inkább gyorsan átmegyünk, mielőtt még valaki letosszabb blokkozik minket, vagy nem tudom. Aztán majd később, mikor már csak ketten-hárman leszünk, na majd akkor szivatgatjuk őket. Á, ah, jó, nyugi. Tüskéne, inkább tauntozzunk, én azt mondom. Rugást megeresztünk, nagyon jó a tüske. Aha, az nem lett volna rossz egyébként. Ó, arra villám Mostra nagyon vigyázni kéne. Azt kéne egyébként kijutni a francba először, aki villámozik. Mert az, ha béna, akkor is meg tud sajnos szivatni a villámmal. Á, de ez meg tossza blokkozik, amúgy ez sem ártana esetleg kiejteni a francba, főleg, hogy már csak ő van. Egy v egy? Hát mi a franc, srácok? Hát konkrétan a többiek valahova eltűntek, nem tudom, elrontották. És egy v egy a szituáció. És tossza blokkozzá. persze, egész nyugodtan én ide fölpattanok, mit szólsz hozzá. és ő pedig kipattan a pályáról. Hát ott is van. A srácok! Easy! Let's go! És vamos! Ott is van a három győzelem, amit kitűztem a videó elején, vagy így az eleje felé. Hiába volt egy-két rossz kor, amikor egyből meghaltam, három darab koronát is szereztem. Normál gameben is, legabédében is. Nem lehet azt mondani, hogy csak noob pályákon. Nem lehet azt mondani, hogy csak egyféle pályán vagyok jó. Hát szétszedjük, srácok! Én azt gondolom, hogy megérdemeltem ma ezt a három győzelmet. Eléggé jól ment a játék, amikor nem rontottam el az első körbe. Illetve azt pedig, hogy meg megérdemelem -e ezt a sok-sok jó skint, azt már döntsétek el ti, illetve hogy megérdemlek -e egy lájkot vagy egy feliratkozást. Hogy döntöttük, hogy igen, akkor nagyon megköszönöm, hogyha megnyomjátok a like gombot, feliratkoztok, elküldtek a videót haveroknak, ismerősöknek. Ha pedig szeretnétek velem játszani a StumbleGuys-on belül és a frendjeim lenni, akkor csatlakozzatok a csatornához. Csatorna tagoknak külön köszönet a támogatásért, illetve akik használják a Hunter kódot, azok pedig a leges, legnagyobb királyok, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ezen kívül köszi azt is, hogy itt voltok velem ebben a mai videóban is. Ha szeretnétek még több ilyen izgalmas ezős videót látni, akkor ide kattintva jó néhányat találtok, csekkoljatok ezeket is. Jó szórakozást!